November 15-én nyújtották be az egészségügy átalakításáról szóló javaslatcsomagot az országgyűlésben. A parlamentben november 23-án kezdődött az erről szóló vita, ami több mint 18 órán át tartott. Üdvözlöm Önöket, kezdődik a kilátó. Köszöntöm a stúdióban Hegedűs Andrea országgyűlési képviselőt. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szívesen tettem ennek eleget, és én is köszöntöm a kedves nézőket. Először is kezdjük azzal, hogy éppen fél éve tevékenykedik Budapesten. Mit lát a parlamentből, mik Magyarország legnagyobb problémái jelenleg ön szerint? Súlyos problémákkal néz szembe a magyar lakosság. Azt mondhatnám röviden, hogy Magyarország bajban van. A súlyos problémákat pedig azon értem, hogy hát nézzük meg, hogy milyen infláció van, milyen energiaáremelésekkel kell szembenéznie a magyar lakosságnak. Az élelmiszerüzletekben már szinte be sem szabad menni, mert megfizethetetlenek az árak. Az önkormányzat pedig két éve kapott egy selyemzsinort, amit egyre jobban a kormány szorít és szorít. Vagyis szó nincs arról, hogy Brüsszel, vagy az Európai Uniós politika, vagy a háború tehet arról, ami itt ma Magyarországon zajlik. Sajnos ki kell mondani, hogy ez a kormány tehetetlen, nem tud kormányozni, és az Orbáni politika, gazdaságpolitika tehet arról, ami itt most kialakult. Ha pedig a Magyarországon túlnyúlva a Miskolc helyzetét nézzük, itt a miskolci önkormányzat bajban van, a szociális szféra bajban van, a családokat nem tudja megmenteni ez a kormány, és ha tovább lépünk még egyel, akkor itt van két hatalmas nagy beruházás, ugye az egyik az Y-híd, mely először szeptemberi átadásra vártunk, majd októberben vártuk az Y-híd átadását, majd elérkezett a november, és most talán decemberre sikerül ezt a hidat átadni a lakosságnak, hiszen több mint 10 000 ember közlekedését nehezítik meg és mindennapjait, és itt van a Diósgyőri vár is, nem tudjuk, hogy mi lesz a sorsa, hiszen nem stabil lábakon áll ez a vár. A stabilitást pedig a négy toronyhoz hiányzik 2 milliárd forint. Szeretnék látni a miskolciak, hogy hogyan tovább. Az egészségügyi ellátásra visszatérve, hogy ezzel vezettem fel, hogy egy javaslatcsomag került az országgyűlés elé. A Demokratikus Koalíció szerint melyek a legaggasztóbb pontjai ennek a javaslatcsomagnak? Hát a javaslatcsomag több sebből vérzik, hogy így mondhatom, és ez is egy aggasztó terület. Ha az elsőt mondom, ez a legnagyobb, nincs egészségügyi minisztérium. És még ráadásul Orbán Viktor az egészségügyi terület átalakítását egy olyan személyre bízta, aki a rendőrségen otthon van, egy rendőrtábornokra. Ez helytelen. A szakmára kellett volna bízni az egészségügyi törvény módosítását és az egészségügyi törvény átalakítását. És ha már azt kérdezte tőlem, hogy melyek azok a területek, amelyek érinti közvetlenül a lakosságot, hát elsőként ugye a rendszert úgy építette most meg a törvénymódosításban, illetve a javaslatban a Fidesz, hogy elsőként terhelni fogják a megyei kórházakat. Rajtuk lesz a legnagyobb súly, amit nem tudni, hogy akár finanszírozás területén, akár pedig a gyakorlatban mennyire fogják ezt bírni. A második nagy terület pedig a körzeteknek a módosítása, és a körzeteknek az átalakításával az egészségügyben az alapellátás ezzel távolabb kerül a betegektől. És ha tovább lépünk még, akkor szükséges azt is megjegyezni, hogy az egészségügy területén az orvosi ügyeleteket biztosító központok pedig meg fognak változni, szűkülni fognak, negyedére fognak lecsökkenni. És ha megint tovább lépünk még egy fokozatot, akkor az egészségügyi területen pedig a fogorvosi és az orvosi, házi orvosi ellátást államosítani fogják. És ezek már kulcsfontosságú problémák, mert a lakosság ellátása a legfontosabb. A lakosságot, a betegeket és a szakmát nem kérdezte meg ez a kormány. Erről elfeledkezett. És a legfontosabb, hogy társadalmasítani kellett volna ezeket a területeket. Ugye november 23-án a Demokratikus Koalíció is részt vett abban a tiltakozásban, aminek a lényege az volt, hogy minél több hozzászólással próbálják meg késleltetni a törvénynek a megszavazását, és a DK közleménye szerint több mint 30-szor szóltak hozzá a vitához. Miért választották a tiltakozásnak ezt a formáját?
Ez egy obstruálás, ugye idegen szóval így hívják, ez nem új dolog a politikában, már más pártok is éltek vele korábban, viszont nem csak, hogy csatlakoztunk ehhez, hanem a Demokratikus Koalíció kezdeményezte ezt az obstruálást a parlamentben, és múlt héten, szerdán délután 4 órától egész éjszaka folyamán, másnap reggel 9 óráig tartott ennek az egészségügyi törvény vitájának az életben tartása. És a célunk az volt vele, hogy figyelem felhív, hiszen a lakosság a mindennapi életben nem biztos, hogy pontról pontra minden elemével tisztában van ezzel a törvény javaslat módosításával, ezért nekünk a feladatunk az, hogy a lakosságot képviseljük, és a parlamentben az ő hangjukat, az ő érdekeit képviseljük. Tehát figyelemfelhívás volt, és nem csak a lakosság figyelmét szerettük volna ezzel az obstruhálással felhívni, hanem természetesen a Fideszt is szeretnénk arra figyelmeztetni, hogy nem jóra készül. Tehát ez nem a magyar családok érdeke, és nem igazán a magyar társadalom érdekét szolgálja ez a törvényjavaslat. És attól tartok, hogy jövő héten, kedden vagy szerdán, 6-án, 7-én kerülhet szavazásra ez a törvényjavaslat, és január 1-ével kívánják ezt beléptetni. Én úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb probléma. Ezt még húzni kell, ezt még át kell gondolni. A szakmával le kell ülni, és beszélni kell. A szakmával nem történt egy megállapodás, és a szakma javaslatait pedig úgymond fiókba rakta a kormány. Tehát az orvosi kamara 5 napot kapott rá, hogy erről a törvényről érdemleges véleményt adjon, és sajnos ezt az érdemleges véleményt betette a Fidesz a fiókba. Hogyha megszavaznák, akkor a miskolciak egészségügyi ellátása milyen módon változna ön szerint? Hát például kevesebb körzet lesz. Ha azt nézem, hogy az 1200 fős körzetek alattiakat meg fogják szüntetni, és ahogy már említettem, így az alapellátás távolabb kerül a betegekhez. És ami még nagyon-nagyon fontos, hogy el fogják venni az önkormányzatoktól a szakrendelőket. Vagyis ugyanúgy fognak járni a miskolciak, mint ahogy az oktatásban államosították az iskolákat, államosították a kórházakat. Jól jártunk vele? Sajnos nem. Tehát nincs társadalmasítás, nincs egyeztetés. Az országos mentőszolgálat fog felelni például az orvosi ügyeletekért. Ez is óriási hiba. Debrecenben kipróbálták, tehát próba jelleggel bevezették ezt a mentőszolgálat általi rendszert, és nem vált be. Oda például a szakembereket más területekről, más városokból, más megyékből hozták, hogy meg tudják valósítani. Ha ezt országos szinten rázudítják a lakosságra, akkor mivel fogunk szembenézni? Honnan fogják hozni a szakembereket például erre a területre? És ott van például a paraszolvencia, vagy például az orvosbérek megemelése, amire azt mondhatnánk, hogy ez már egy szép eredmény, de ez téves megállapítás. Ugyanis bérfeszültséget okozott a kormány ezzel, tehát a kórházakban és a szakrendelőkben, rendelőintézetekben dolgozó szakdolgozók és az orvosok között bérfeszültség van, holott ők tímmunkában dolgoznak, mindig is tímmunkában dolgoztak. Ez a rendszer ezt nem teszi lehetővé, vagyis ez a kormány általi előterjesztés, ez egy fércmunka. A házi orvosi ellátásra térjünk már ki még egy picit, ugye azt mondta, hogy gyakorlatilag az a terv, hogy kevesebb lesz a házi orvosi rendelő, és a rendelőket tekintve az önkormányzatok működtetésében vannak ezek a házi orvosi rendelők. Miskolcon is nem 1, nem 2 házi orvosi rendelő van, ami megújult, ami jelenleg is újul. Mi lesz ezeknek az épületeknek, az ingatlanoknak a sorsa? Ki fogja üzemeltetni őket? Nagyon helyesen itt mond, mert éppen Szirmán adtak át az elmúlt hetekben alpolgármester asszony és a helyi képviselő asszony egy felújított energetikai korszerűsítésen modern, európai színvonalnak megfelelő orvosi rendelőt. És az a gond, hogy ezt most az állam valószínűleg le fogja nyúlni. És még itt Miskolcon a közeljövőben 2-3 orvosi rendelőnek a megújítása folyamatban van, és az orvosi rendelők épületével nem tudjuk, hogy mi lesz ennek a sorsa, ugyanis a parlamentben éppen ezen az éjszakában nyúló, illetve egész éjszaka tartó vitanapon az ellenzék részéről körülbelül 10-szer tettük fel ugyanazt a kérdést, hogy mi a terve a kormánynak az orvosi rendelők épületével, az ingatlanokkal, és csak mellébeszélést kaptunk. És ha már házi orvosi praxisról beszélünk, akkor a házi orvosi üresen álló praxisokat nem kívánja a kormány
helyettesíteni, tehát betölteni pontosabban. Ezzel pedig óriási teher zúdul megint a rendszerre, hiszen az üres háziorvosi praxisokat be kellene tölteni. A körzet határokat úgymond szűkítik, és ha még azt hozzáteszem, hogy például most egy kicsit puskázok a számadatokkal, tehát hogy nem töltik be az üres háziorvosi helyeket, melynek a száma 12 év alatt 156-ról 680-ra nőtt. Ez óriási számadat. Én ha egyszerűen akarok fogalmazni úgy, hogy mindenki megértse, akkor azt tudom mondani, hogy ugyanannyi háziorvos, ugyanannyi körzeti nővér, ugyanannyi rendelőben, ugyanannyi bérért, de sokkal több beteget kell ellátniuk. Tehát ez egy zsúfoltságot fog eredményezni a háziorvosi rendelőkben és a háziorvosi praxisoknál. A másik nagy kérdéskör a háziorvosi ellátás mellett a krónikus betegeknek az ellátása. Ezzel kapcsolatban mit gondol a Demokratikus Koalíció? Ugye itt az a terv, vagy hát azt tervezi a kormány, hogy a krónikus betegek ellátását kivezetik az egészségügyből és a szociális szférába vezetik be. Így van. Tehát a kórházból a szociális szférába az átmenet elsőre talán még jónak is vélhetnénk, de nem így van, ugyanis nincs mögé rakva megfelelő pénz és szakember emögé, a terület mögé, és nincs átgondolva. Tehát gondoljunk abba bele, hogy például adott egy család. Ebben a családban van egy család fenntartó, férj, feleség, és van két gyermek. És van egy idős hozzátartozó, mondjuk egy nagyapa, nagymama, aki már olyan súlyos beteg, hogy tartós ápolásra szorul, ápolásra és gondozásra. Bekerül egy egészségügyi intézménybe, jelen esetben egy kórházba. Ott ellátják, de már az ő, ezt a területet úgy szoktuk általában hívni, hogy elfekvő hétköznapi nyelven. Bekerül erre a kórházi osztályra, és ott ebben a rendszerben a Fidesz már nem fogja tudni tartani, hanem átrakja a szociális ellátórendszerbe. A szociális ellátórendszer ehhez nincs kiépítve. Két út van a jelenleg a lakosság számára, vagy hazaviszi és otthon próbálja ápolni ezt a beteget a család, vagy tartja a rendszerben, de akkor keményen fizet. És akkor itt vannak a nagy kérdések, hogyha például a beteget hazaviszi a család, akkor az otthon ápolást hogyan fogja megoldani a kormány? Mert erről az előterjesztésben, illetve a törvényjavaslatban nincs szó. És ha otthon például ápoljuk a hozzátartozónkat, akkor az hogyan néz ki, ha például mondjuk valaki munkahelyen dolgozik? Akkor a munkahelyét fogja otthagyni, és ápolni fogja otthon a beteget? További kérdés, ha a betegnek alacsony a nyugdíja, és nem tudja befizetni netántán mondjuk az otthonápolását, vagy nem tudja befizetni például a beteg otthonnak a költségét, akkor hogyan tovább? Utcára rakjuk a beteget? És itt vannak például az otthonok, akár a beteg otthonról beszélünk, akár pedig idős otthonokról. Ott például van úgymond egy beugró. Ma Magyarországon általában a nyugdíjasoknak mondjuk a nyugdíjának a 80%-át be kell fizetni ezekbe az otthonokba az eltartásukért, a gondozásukért. De van olyan hely, ahol fix 100-200 ezer forintot kell befizetni, és van olyan luxus otthon, ahol csillagos ég a határ. Tehát azok a személyek, akiknek például a hozzátartozóik külföldön vannak, mert ma már a fiatalok és a középkorosztály is külföldön keres megélhetést. Ők hogyan fognak gondoskodni az itthon maradt beteg hozzátartozójukról? Tehát egyszerűen azok az időskorúak, akik magára maradnak, milyen világ vár? És a kormány felelőssége az, hogy megfelelő politikával, megfelelő törvényi előkészítéssel ezekről az emberekről gondoskodjon. És a másik dolog, a szakma által pedig ott a nagy kérdőjel, hogy a szociális területhez, ha átkerül a betegápolás és gondozás, ők hogyan fogják ezt megoldani? Van arról bármilyen információjuk, hogy ezeknek a krónikus betegeknek, többségében idős betegeknek egyáltalán a szociális szférában hogyan teremtenének helyet? Ugye évek óta hallani a sajtóban, illetve itt Miskolcon is, hogy az öreg otthonok, ezek az otthonok tele vannak. Bizony tele vannak, és még lesznek is, hiszen Magyarország is és Miskolc is egy előregedő társadalomnak vagyunk a része. És ha azt nézzük, hogy a kormány hátradőlt, és csak annyit mondott, hogy oldja meg a család, egy családbarát kormányról beszélünk, aki magáról ezt hírezteli, oldja meg a család, oldja meg a civil szféra, oldja meg az önkormányzat. És majd valamikor a rangsor végén ott van az állam. Nem egy gondoskodó államról van szó. Mit gondol, meg fogják szavazni?
Biztos vagyok benne. Ha önnek még annyit elárulhatok, új képviselőként nekem nagyon furcsa volt, amikor az első parlamenti ülésen ott lehettem, és az első szavazáson részt vettem, hogy csengő szóra behívják a fideszes képviselőket, beülnek a helyükre, és például az ellenzék hiába mondja el, hogy rossz, amire készülnek, valahol a lelkük mélyén tudják, hogy rosszat cselekedni, látni is az arcukon. És ennek ellenére egy gomnyomással megszavazzák majd a törvényt, ugyanúgy, ahogy tették a pedagógusok sztrájk jogával, ugyanez vár szerintem erre az iszonyatos egészségügyi törvénymódosításra is. Meg fogják szavazni szerintem, és ugye ez jövő héten fog bekövetkezni, és miután a szakma sem tudja, hogy merre tovább, január 1-jével nem tudni, hogy mi vár ránk. Az előző kérdésekben szociális területre vándoroltunk gyakorlatilag, és most nem az egészségügyhöz kapcsolódóan, de mégis a szociális területen maradva egy kérdést, még egy utolsó kérdésre még van időnk, hogy a Demokratikus Koalíció Legyél te is rezsimentő címmel egy programot indított, ami karácsonyra, vagy karácsonykor, karácsonyi időszakban szeretne segíteni a bajba jutottakon. Erről beszélj már nekünk röviden egy kicsit, hogyan lehet ehhez csatlakozni, hogyan tudnak segíteni a miskolciak, mi ennek a programnak a lényege. Így van. Az állam feladatát nem tudja átvállalni a Demokratikus Koalíció, viszont miután Magyarországon mély válság van, és az emberek nagyon nehéz helyzetbe kerültek, a már elmondottak alapján, ezért ez a rezsimentő alap azért jött létre a Demokratikus Koalíció árnyék kormányának köszönhetően, hogy segítsünk a bajba jutottakon. Már a középréteg is lecsúszóban van, nagyon nagy az elszegényedés ma Magyarországon, és ez a rezsimentő alap arra szolgál, hogy aki a rezsi számláját nem tudja kifizetni, nehézséget okoz majd neki akár a decemberi, a januári, februári, márciusi időszakról már nem is beszélve, de így az ünnepek közelettével, hiszen most volt a hétvégén, első adventi gyertyát most gyújtottuk meg, és ugye a szeretet jegyében az elmúlt időszakban a Demokratikus Koalíció arra készül, hogy a rászorulóknak, a nehéz helyzetbe jutó családoknak segítsen, és a rezsimentő alapba összegyűlt jelenleg 20 millió forintot december közepén szétossza azoknak, átadja, átutalja azoknak, akiknek szüksége van rá. És itt két lehetőség van, az egyik az adakozás, a másik pedig a kérelem. Aki kérni szeretne ebből a rezsi alapból, az megteheti december 5-éig a rezsipontokon, a DK rezsipontjain, és hogy konkrétumot mondjak, ez a Demokratikus Koalíció irodája itt Miskolcon, vagyis az Arany János utca 11-13 szám, ez az Arany Korvin üzletház földszintjén lehet megtenni, és semmi más nem kell tenni a rászorulóknak, a nehéz helyzetbe jutóknak, mint vigyék magukkal egy havi rezsiszámlájukat, vagy gáz, vagy villanyszámlájukat. Olyat is vihetnek, amit már kifizettek, és szeretnék ezt az összeget visszakapni, de úgy is tehetik, hogy még nem fizették be, mert nem tudják megtenni, és a DK ebben segíteni fog. A programban az emberek szolgálatában alapítványhoz érkezik be az utalás, és ez az a második vonal, tehát aki megteheti, és a pénztárcája még engedi, az apró pénztől kezdve a milliós tételig várjuk ide az összegeket, az átutalásokat, hogy minél több embernek tudjunk segíteni. És miután karácsony közeledik, és a szeretet ünnepeként szoktuk emlegetni, ezért fontosnak tartja, miután a szolidáris értékrendet képvisel a DK, a rászorulóknak segíteni szeretnénk, ezért fontosnak tartjuk, hogy karácsony estén fűtött lakásban, tele hassal, finom ételek mellett, kifizetett rezsiszámlával tudjanak ajándékot bontani a fa alatt. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk a stúdióban. Én is köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, Önök tartsanak továbbra is velünk. Újabb városi estére készül Miskolc önkormányzata a civil szervezetekkel közösen. Első alkalommal a Diósgyőri Várfürdő volt a téma, ezen a héten pedig a Népkert jövője lesz terítéken. Most tekintsenek meg egy összeállítást az első városi estéről, utána pedig a témával kapcsolatban Szopkó Tibor alpolgármesterrel láthatnak beszélgetést. Köszöntünk itt mindenkit ezen a bejáráson. Barlangba vájt merülő, szaunabarlang és a méltán híres hidegvizes medence. A helyiek és a turisták körében is egykor nagyon kedvelt Diósgyőri strand, jelenleg így néz ki. A növényzet ugyan elburjánzott, a korábbihoz képest pedig minden kopottabbá vált. A miskolciak számára azonban mégis nosztalgikus érzéseket válthatnak ki ezek a képek.
Ennek a strandnak volt egy olyan hangulata, volt egy olyan bája. Amire sokan ma is jól emlékeznek, annak ellenére, hogy már 10 éve bezárt. Itt van harmadiként a Diósgyőri strand területe teljesen kihasználatlanul, tehát ezt valamilyen módon kezelni kell, hasznosítani kell, valamit kezdeni kell vele. És a Miskolci önkormányzat úgy gondolta, hogy persze nem áthárítva senkire sem a megvalósítás és az ötletelés felelősségét, vagy a döntés felelősségét, de hogy megkérdezi az embereket, a miskolciai diósgyőrieket, hogy mit is lehessen, mit gondolnak ők erre a strandról. Így lett a városi esték első témája a Diósgyőri strand sorsa. A részvételi program teljesen új elemként megvalósuló fórumot az önkormányzat és a Dialóg Egyesület közösen szervezte. A cél, hogy a szervezők a döntés előkészítés minél korábbi szakaszában a lehető legnagyobb számban bevonják a városlakókat, akik így már minden tervezés és előkészítés előtt kifejthetik véleményüket a lehetséges beruházásokkal kapcsolatban. Ez egy ilyen ötletbőzés, ez a kiinduló pontja, én úgy gondolom egy ilyen dolognak, hogy tényleg az emberek szeretnék, nem szeretnék, ha igen, akkor milyen formában, ugye arra is van egy 4-5 féle javaslat. Én megmondom őszintén, egy fürdőnek örülnék a legjobban. Sok Miskolcit mozdított meg a program, és bár az eseményen elhangzott, hogy a fürdő újranyitása egyelőre nincs tervben, volt, aki konkrét elképzeléssel érkezett a terület hasznosításával kapcsolatban. Valamilyen közösségi térde, szabadidős, ami sportaktivitásra, egymással való találkozásra alkalmas. A városi esték első találkozójára több mint 60-an regisztráltak. A városi estének az a sajátossága, hogy nem csak szakmai, tehát műszaki, építészeti, gazdasági, vízügyi, egyéb információkat osztanak meg szakembereknek, hanem kifejezetten az itt élők ötleteire kíváncsiak. A részvételi programok célja ugyanis az, hogy a város és a helyi lakosok partnerségben egymással Miskolc ügyeit közösen tudják megbeszélni. Én arra kérem önöket, hogy nyitott szívvel, nyitott lélekkel és közösen gondolkodva egymással, tapasztalatainkat megosztva a mai napot áldozzuk ennek a közös gondolatnak, a diósgyőri várfürdő jövőjének, lehetőségeinek és mindannak, ami ezzel kapcsolatban ma az eszünkbe jut. A következő városi est még idén megrendezésre kerül, a témája pedig a népkert és lehetőségei lesznek, de hamarosan szó lesz a miskolci közlekedésről is. Az előző összeállításban is láthatták, hogy a következő alkalommal a népkert lesz terítéken. Köszöntöm a stúdióban a témával kapcsolatban Szopkó Tibort, Miskolc megyei jogú város alpolgármesterét. Jó estét kívánok! Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket is! De az előző összeállításból is kiderült, hogy a diósgyőri várfürdő kérdése is nagyon sokakat érintett és érdekelt. Milyen visszajelzések érkeztek ezzel az első városi esttel kapcsolatban? Kifejezetten pozitív visszajelzéseket kaptam, mint fejlesztésért felelős alpolgármester, a résztvevő civilek és érdeklődők részéről is, és egyébként a saját szakembereink részéről is. Látszik, hogy a hivatalnoki gárda és azok a szakemberek, akiket mi delegáltunk erre a sorozatra, ezek is egyre inkább elfogadják azt, hogy igenis van értelme a részvételiségnek és a társadalmasításnak. Részvételiség, társadalmasítás, közösségi tervezés. Egyre gyakrabban találkozunk ezekkel a fogalmakkal, és az önkormányzat számára úgy tűnik fontosak ezek a programok. Mi elsősorban ezeknek a jelentősége? Számomra is kiemelten fontosak ezek a programok a fejlesztés politikában. Magát a részvételiséget még én magam is tanulom. Ennek a módszertanát még el kell, hogy sajátítsuk, meg kell, hogy szokjuk, magunkével kell, hogy tegyük. Azonban az alapelvet már bírtam korábban is. Hiszen ennek a legfontosabb alapelve az, hogy konkrétan a fejlesztéseinkbe, és egyébként a legtöbb városi közügybe be tudjuk vonni, be tudjuk csatornázni a városlakók közvetlen véleményét, érdekeit, elképzeléseit, le tudjunk tisztázni kérdéseket. Van, aki azt mondja, hogy hát alapvetően az önkormányzatiság úgy működik Magyarországon, hogy a képviselőiken keresztül gyakorolják a közhatalmat az állampolgárok, ezzel mi egyet is értünk. Azonban ez nem zárja ki azt, hogy bizonyos ügyek tekintetében konkrét részvételiségi módszertannal csatornázzuk be a miskolciak véleményét a közös ügyeinkbe. Mi ez a módszertan, amit lehet erről tudni, illetve az imént említett program elemekről
mit lehet az eddigiekből leszűrni. Ugye például a Színva mentén volt egy úgynevezett közösségi tervezési program. Ez a Színva a zöld folyosú közösségi tervezés, ez nagyon jó példája annak, hogy milyen különböző módszertanokkal lehet elérni ugyanazt a fő célt ezen a területen. A Színva a zöld folyosú az egy olyan projekt halmaz, ami gyakorlatilag az egész várost érinti, hiszen ugye a Színva az gyakorlatilag Lila Fürettől kezdődően egészen a város másik határáig végigmegy a településen. Majdnem minden választókörzetet érint, nagyon sok miskolcit érint ez a Színva zöld folyosó. Ezt egy teljesen más megközelítésben kezdte el a részvételiséggel foglalkozó szakmai csapat a részvételi referens vezetésével megvitatni a városlakókkal. Ehhez képest egy alacsonyabb szintű, egy szűkebb, egy inkább mikrokörnyezetet érintő fejlesztés az, fejlesztések azok, amelyeket a városi esték módszertanával kívánunk megvitatni. Ilyen volt a Várfürdő esete, de egyébként ilyen a Népkert is. Bár ez is több választókörzetet érint, ez is sok mindenkit érint, még azok közül is, akik nem közvetlenül a Népkertnél laknak, de néhány olyan alapcölöpöt közösen szeretnénk leverni a miskolciakkal, amelyre aztán lehet a továbbiakban építkezni. És egyébként a legalacsonyabb, a leginkább mikro megközelítésű részvételiségi módszertan, amiben nekem részem volt, az mondjuk a konkrét városrészi központok fejlesztésével kapcsolatos, beszélgető estek, internetes és egyéb különböző boltokban elérhető kérdőíves megközelítés. Ott pedig kifejezetten egy-egy kisebb tér fejlesztésével kapcsolatban voltunk arra kíváncsiak, hogy mit gondolnak a miskolciak. A Népkerttel kapcsolatban engedje meg, hogy felidézzem a Dialóg Egyesület szakmai vezetőjével készült korábban egy beszélgetés, aki úgy fogalmazott, hogy arra kíváncsi a város, hogy milyen a közhangulat egy-egy témával, egy-egy fejlesztéssel kapcsolatban. Most hogy látja a Népkerttel kapcsolatban, mi mondható el? Őszintén örülök annak, hogy az egyik legsikeresebb fejlesztésünk az elmúlt időszakban, az éppen a Népkertben történt, hiszen ott egy elég magas támogatási önrészt igénylő fejlesztést hajtottunk végre a közelmúltban, megépítettük a futókört. Sok pénzbe került aránylag, nem is egy klasszikus Európai Uniós forrásból valósult meg, de már az elejétől kezdve azt láttuk, hogy imádják a miskolciak. Azonnal birtokba vették, nagyon szeretik. Picit nagyobb léptékű, hasonló fejlesztésünk volt a Horváth tető, ahol szintén azt láttuk, hogy egyik nap átadtuk, már másnap, harmadnap teli volt a Horváth tető emberekkel. Na, ezek a fejlesztések, amelyek jó fejlesztések, tehát a futókörön keresztül úgy látom, hogy imádják a miskolciak a Népkertet, valójában a Miskolc tüdejeként tekintik, van, aki azt mondja, hogy az Avas a Miskolc tüdeje, van, aki azt mondja, hogy a Népkert a Miskolc tüdeje. Én meg azt mondom, hogy valahol a kettő között van az igazság, hiszen hogyha a Népkerttől felnézünk a múzeum mellett a Kálvária dombra, akkor ott már el is kezdődik az Avas, tehát akár egy egységként is kezelhetjük ezt az egészet. Viszont nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen funkciót, milyen fejlesztési alapelveket képzelnek el a résztvevők a Népkerttel kapcsolatban, azt is szeretnénk megtudni, hogy mi az, amit nem szeretnének a Népkertben. Olyan semmiképpen nem szeretnénk csinálni. Ez lenne akkor a végső cél, hogy megjelöljünk egy irányt? Hogy mégis, hogy nézzen ki mondjuk a jövőben a Népkert? Milyen célra használják az emberek? Alapvetően ez lenne a végső cél. Hogyha már a funkciót mi megvitatjuk egymással, és valamiben maradunk, amiben van egyetértés, akkor arra már lehet tovább építkezni konkrét projektekkel, konkrét fejlesztési elképzelésekkel, de az elsődleges a funkció. Itt ugye nagyon nagy zöld területről beszélünk Miskolc központjában. A legfontosabb kérdés az, hogy a zöld terület kárára történjene bármi a Népkertben. Nyilván nekem is van erre válaszom a polgármesterként, de attól sokkal érvényesebb válasz az, hogyha egy közösség, egy civil közösség, Miskolcváros közössége formál ugyanerről véleményt, ezt mi figyelembe kívánjuk venni. December 1-én lesz ugye ez az ominózus, már említett városi est. Milyen esetben ítélnék sikeresnek ezt a programot? Az első és legfontosabb sikerkritérium számomra az az érdeklődés szintje.
Tehát, hogyha meglehetősen sok embert fog érdekelni ez a városi estik, és ahogy én hallom a szakembereinktől, úgy tűnik, hogy sokan regisztráltak erre az estére, számos civil szervezetet és átlagos városlakót, aki nem is ott lakik, érdekli ez a téma. Tehát valószínűleg lesz nagy érdeklődés. Hogyha lesz nagy érdeklődés, akkor az már számomra siker. Nyilván a siker második lépcsője az, hogy bizonyos kérdésekben közös nevezőre tudjunk jutni egymással. Ez a második legfontosabb kérdés a sikerhez vezeti úton. Nyilván a végső cél és a végső siker már az lesz, hogyha konkrét fejlesztések fognak megvalósulni a Népkertben, amelyeket ezeken a városi estéken meghatározott elvek mentén fogunk megvalósítani. Ha jól tudom, akkor az idei évben már ez az egy városi est fog beleférni a programsorozat terveibe. Jövőre viszont fog folytatódni a városi est programsorozat, amikor is a miskolci közlekedés is terítéken lesz majd. Ez mit takar? Ugye ez mindenkit érint a városban. Közlekedés éppen az a terület, ami valóban mindenkit érint, a csecsemőtől az aggasztjánig, akár közösségi közlekedést használunk, akár egyéni közlekedést, akár kerékpározunk. Minden nap közlekedni szoktunk a városban, ez jellemző ránk átlag városlakókra. Tehát bármelyik aspektusáról is beszélünk a közlekedésnek, az nagy valószínűséggel a város legtöbb lakóját közvetlenül érinti. Egyrészt a cél az, hogy megvitassuk a közösségi közlekedéssel kapcsolatos alaphelyzetet. Erről nem lehet elég sokat beszélni, hiszen látszik, hogy nagyon-nagyon érdekli az embereket. De másik cél az, hogy a közép- és hosszú távú közlekedésfejlesztési elképzeléseinket összhangba hozzuk a városlakók elképzeléseivel. Ugyanazt tudom mondani, mint a Népkert kapcsán. Nekem van arról nagyon markáns elképzelésem, hogy hogyan szeretném Miskolc közlekedését közép- és hosszú távon fejleszteni. Ez nem biztos, hogy megegyezik a miskolci többség akaratával, bár bízom benne, hogy megegyezik. A cél az, hogy ezt kiderítsük. Akkor a civileken nagyon sok fog múlni, illetve hát, hogy mit akarnak a miskolciak. December 1-én tehát városi est a Népkertről. Műsorunk vendégének köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Én köszönöm a lehetőséget, a viszontlátásra. Kedves nézőink, ennyi fért mai közéleti magazinunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Nézzenek minket pénteken is. Viszontlátásra!